rendkívül közkedvelt program a Felvidéken is az eperszedés, ám az idei hideg tavasz próbára tette az emberek és a mezőgazdászok türelmét is. Hát az idei év nem csak a koronavírus járvány miatt különleges, hanem a mezőgazdászoknak sem kedvezett ez a hideg májusi időjárás. Hogy mutatkozik meg az eperben ez? Hát az eperben annyiban mutatkozott meg idén ez a hideg tavasz, hogy később kezdik az érés, kb. 3 hetes késésben vagyunk a tavalyi évvel, ez viszonyítva. Mennyire türelmesek az emberek? Hát nem annyira türelmesek, mint ahogy elvárnánk, de azért mindenki látta, hogy milyen hideg van, meg mennyi eső volt, úgyhogy mindenki azért kibírta valahogy. És az időjárás hogyan kedvezett az epernek, illetve hogyan nem kedvezett esetleg ez a sok eső? Mennyire szereti az eper a sok esőt? Hát ameddig nincs gyümölcs, addig nincs gond az esővel. Mondjuk az idei évben inkább a hideggel volt a gond, mint a sok esővel, mert öntözni így is, úgy is kell. Hát most, ha elkezdene sokat esni, azért az nagyobb gond lenne, mert a gombabetegségek meg hasonló dolgok elkezdődnének. Mennyi ideig tart az eper szezon? Kb. 3 hétig. És ez alatt, a 3 hét alatt körülbelül mennyi ember fordul meg önnél? Sok. Esetleg számokban? Ők valamiféle kimutatást végzett már? Nem, de annyit meg tudok mondani, hogy 125 sorunk van, mind az összes sorban mindig a két feléről jönnek az emberek, úgyhogy volt olyan, hogy egyszerre az összes sorban volt ilyen 250 embertől több, és volt, hogy sorakoztak még kint. Úgyhogy ilyen voltak napok, 400-500 személy is volt. Most a korlátozások miatt egyébként valamiféle szigorításokat önök is bevezettek? Nem vezettünk be semmilyen szigorításokat, ugyanúgy, mint tavaly sem, mert azért nyitott téren vagyunk kint, úgyhogy itt nem kell sem maszkot hordani, van ilyen dezinfekciós szerünk, ha valaki szeretne, vízünk van kézmosásra, úgyhogy nálunk nincs semmi szigorítás. Ha esetleg valaki otthon termesztene epret, akkor milyen praktikákat tudna neki tanácsolni? Hát én annyit tudnak ajánlani mindenkinek, aki szeretne ültetni, hogy inkább augusztus végén, szeptember elején legyen az ültetés. Ez a tavaszi az szerintem nem annyira jó. Itt ha nyár végén beültessük az epret, akkor a következő tavasszal már ilyen 70%-os hozammal lehet számolni. Oda kell figyelni, hogy ne gyomosodjon el, és szerintem annyi az egész. És szeretettel kell csinálni, az a lényeg. Ön mióta csinálja szeretettel? Én most van a 3. szezonunk, de amúgy a kertészettel és a földgazdászattal, én a 3. generáció kertész vagyunk a családunkban, úgyhogy lényegében 1970-től folyik ez nálunk a családban.